kormány több lépést is meghozott az étkeztetés, az ingyenes étkeztetés érdekében, azért, hogy egyrészt a társadalmi szolidaritáson keresztül segítse a rászorultakat, másrészt pedig azért is, hogy a termelőket minél jobban segítse a helyi kisgazdálkodókat, helyi kistermelőket, hogy ők tudjanak beszállítani a helyi étkeztetésekhez. Éppen ezért 2010 rögtön kormányváltását követően meghoztuk azt a jogszabályt, miszerint a helyi gazdálkodók, a helyi kistermelők beszállíthatnak az iskolai konyhákra, beszállíthatnak szociális intézmények konyháira, és ezzel hozzáteszem, hogy nem csak őnekik javul a lehetőségük, hanem adott esetben egészségesebb élelmiszerek is kerülhetnek az asztalokra. De ami talán ennél még fontosabb az az, hogy az elmúlt évek során mind a bölcsödékben, mind az óvodákban, mind pedig az iskolákban az ingyenes étkeztetésre több mint 347 ezer gyermeknek, illetve fiatalnak nyílt lehetősége, és legalább ilyen fontos az is, hogy 202 ezer gyermeknek és fiatalnak pedig 50%-os kedvezményt biztosítottunk. Ez azért is fontos, hiszen egyrészt 1 millió 10 000 gyermek az, akik egyébként iskolákban, bölcsödékben és óvodákban étkeznek, tehát mondhatjuk azt, hogy a gyermekeknek, fiataloknak több mint a fele kap valamilyen támogatást. 2013-ban a kormány meghozta azt a döntést, amelynek eredményeképpen az addigi 68 ezer forintos egy főre jutó fejkvótát, támogatást fölemelte 102 ezer forintra. Ez azt jelenti, hogy több mint 30%-os emelkedés volt, és ezzel biztosítottuk a fenntartóknak az étkeztetésnek a lehetőségeit. Mindemellett pedig a 2014-es évben is emelkedés várható. 7 milliárd forinttal van több a költségvetésben az ideighez képest. Ez azt jelenti, hogy több mint 13%-kal fog jövőre emelkedni ezek területnek a támogatása. Jelentős, mindenképp nagy változás történt a kormányzás alatt. Mindenképp fontos az, hogy így a 2010-es támogatási összeg, ami nagyságrendileg 28,7 milliárd forint volt az ingyenes és kedvezményes étkeztetésre, ez a 28,7 milliárd forint 51,5 milliárd forintra emelkedik a kormányzás végére. Ez azt jelenti, hogy több mint 40%-os emelkedés volt erre fordított költségvetési összegekben. A harmadik gondolat, amit még szeretnék befejezésül mondani, mindenképp fontosnak tartjuk az egészséges étkeztetését is a gyerekeknek. Éppen ezért indította el főleg az egészségügyi terület, együttműködve az oktatásival, az úgynevezett mintamenza programot. Ennek az eredménye az már is látható, hogy 250 konyha iskola jelentkezett emellé, és remélhetőleg egyre többen fognak jelentkezni ebbe a programba, hiszen nyilván nem csak az a cél, hogy a gyermekeknek az étkeztetése meglegyen, hanem az is cél, hogy lehetőség szerint leginkább egészséges táplálékhoz, étkezéshez jussanak hozzá.